Zsúfolt nézőtér előtt kezdődött meg Vásárosnaményban az önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kormánypárti országjáró lakossági fórum. A keddesti rendezvény díszvendége Kocsis Máté frakcióvezető volt, rajta kívül a térség országgyűlési képviselője is beszédet mondott az összegyűlt helyieknek, aki kiemelte, fontosnak tartják, hogy az emberek tudják, miről döntenek októberben. Fontosnak tartjuk, mindig is fontosnak tartottuk, hogy az éppen aktuális ügyekről, az országot, a helyi közösségeket, térségeket érintő problémákról közösen cseréljünk eszmét. A mai fórumnak is ez a célja, felkészülve a helyhatósági választásokra, beszéljük át az előttünk álló feladatokat, az ország előtt álló problémákról beszélgessünk, vitassuk meg a közös dolgainkat. A lakossági fórumon elhangzott, a migráció kérdése mellett érdemes az ellenzéki pártok között alakult szövetségekre is figyelni, azok ugyanis az érdemi munkáról vonják el a figyelmet. Az ellenzéki pártok retorikájával szemben az emberek, az önkormányzatokat, a saját településük vezetőit nem arra választják, hogy kormányellenes harcot vívjanak, hanem arra, hogy legyen egy gondos gazdája az otthonuknak. És ekképpen az ellenzék téved abban is, amikor az embereket alábecsülve azt hírezteli, hogy egy-egy kisebb vagy nagyobb településről lehet majd megbuktatni a kormányt. Kocsis Máté hozzátette, az ellenzék kormánybuktató szándéka elvonja a valódi önkormányzati munkáról a figyelmet. A megválasztott polgármestereknek azzal kell foglalkozniuk, hogy az emberek biztonságos, rendezett és élhető környezetben lakjanak.